Ez itt a Kapos Menti magazin, köszöntöm nézőinket! Augusztus 29-e a Fotográfia Világnapja fotókiállítás Dombóváron. 110 éves jubileum, táblaavatás, megnyitották az idei tanévet Dombóváron. Megújult az ebédlő az evangélikus iskolában, modern környezetben ebédelhetnek a diákok. Visszatért a dombóvári mozdony, ünnepélyes átadóval fogadta a város MUKI-t. Dombóváron a Művelődési Házban is régóta hagyomány, hogy augusztus 29-én fotókiállítást szerveznek a Magyar Fotográfia Világnapján. Idén Szarvas Antal marasztalt pillanatait mutatja be a kiállítás. Augusztus 29. Ez a nap, amikor Magyarországon először készült nyilvános eseményen fénykép. 2003 óta minden esztendőben augusztus 29-én ünnepeljük a fotokulturális nemzeti örökség és kortárs fotóművészet értékeit. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoport Országos Szövetsége, a MAFOSZ évente megrendezi e nap tiszteletére az ünnepséget. Dombóváron a Művelődési Házban is régóta hagyomány, hogy augusztus 29-én fotókiállítást szerveznek. 2003 óta Magyarországon augusztus 29-én Magyar Fotográfia Napját ünnepeljük. Ez így van nálunk is a Dombóvári Művelődési Házban. Minden évben ezen a napon, most éppen ugye ez egy kedrelség, valamilyen fotós kiállítást nyílik. Az idén Szarvas Antal barátunkat kértük meg, hogy hozza el a képeit. Ő hozzá nagyon régi ismerettség köt szinte valamennyiünket. Tisztelhetjük benne ennek a háznak a valamikori igazgatóhelyettesét. Azt tudtuk róla, hogy ő fotózik, viszont nem állította ki azokat. Körülbelül 50 éve volt talán 2-3 kiállítása, és azóta viszont ugye elteltek évtizedek, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik azok a pillanatok, amik őt érdeklik. Ezt nem mi akartuk kiválogatni, hanem megkértük Féja Sándor fotóesztétát, hogy segítsen nekünk ebben. Itt ma 60 kép került kiállításra, nem véletlenszerűen kerültek a falra, ennek van valami logikája, ezt nekünk Féja Sándor állította össze, és a címét, ezt a marasztalt pillanatokat is ő adta, úgyhogy Féja Sándornak nagyon hálásak vagyunk, hogy segített ebben a nem könnyű feladatban, mert ugye nagyon nagy az a mennyiség, ami közül ki kellett választania azt, amit ma itt megmutatunk dombováriaknak. Szarvas Antal képei bemutatására a Művelődési Ház munkatársai hívták meg. Előzetesen kiválasztott 60 fénykép, amelyek Dombóvárhoz szintén kötődő Féja Sándor fotó- és filmkutató pszichológus, filmtörténész válogatta ki a tárlat anyagát. Hát a kiállítás kezdete az az általános iskolából indult, ott ismerkedtem meg a fotózással, és azután a 70-es években elvégeztem a szakmunkásképzőt Szekszárdon, majd a szakmunkásképző után teljesen megszakadt a kapcsolatom a szakmával, mivel népművelő lettem, művelődési házakban dolgoztam, és aztán később a munkaügyi hivatalnál. De a fotózás, az mint gyerekkori álom vagy szórakozás, az megmaradt. Mindig van nálam egy fényképezőgép, és a napi eseményeket, vagy a napi pillanatokat igyekszem megörökíteni. Ez egy hobbi maradt, és ezek a képek, amik itt vannak, ezek a mindennapi életből vannak válogatva, és azokat, olyanokat fényképeztem, olyan pillanatokat, amik megragadtak. Hát ez tulajdonképpen a kezdetek kezdete óta van. Az egyik falon láthatók azok a portréképek, amelyeken nagyapám, nagyanyám van, vagy egy régi fotóstársam, itten dombóvári kollégám, a Varga Géza, aki sajnos már meghalt. A többi között vannak madarak, virágok, tájképek, tóképek, tehát időben nagyot ölel fel, nagy távlatot mutat, de a régebbi képek közül kevés van, az újabbak, a közelmúltban készültek közül több.
A bemutató képek elrendezésükben reflektálnak egymásra, de önállóan is megállják a helyüket. Tájképek, portrék, dombóvári jellegzetességek és élővilágot bemutató fotók egyaránt helyet kaptak a kiállításon. Péja Sándor válogatta ki a képeimet, 102 darabot küldtünk fel a Sándornak, nagyon sok képen van számítógépen most már, és a 102 képből Sándor 60 képet válogatott ki, és ezek a képek kerültek kiállításra. Hát nagyon közel áll hozzám azok a portrék, amik fekete-fehérben készültek még, tehát a régebbi képek. Az új képek közül, a tóképek közül talán a Mámor című kép, aztán a madarak közül az Egyedül, vagy a Várom a párom című. A virágok között is van olyan, ami tetszik, például a lila orchidea. Sok kép az, ami tetszik. Különleges évnyitót tartottak Dombóváron az I. és Gyula gimnáziumban szeptember 1-én. Az intézmény idén ünnepli 110 éves fennállásának évfordulóját, ezért a rendezvény keretein belül emléktáblákat is átadtak az elhunyt kollégák emlékére. Idén 110 éves a dombóvári I. és Gyula gimnázium. A neves évfordulót az iskola évnyitójával egybe kötve ünnepelték meg a tanév, és egyben szeptember 1. napján. A mai nap egy nagyon különleges nap, mert tanítási nap is van, gólyanap is van a leendő 5. és 9. évfolyamosoknak, ezt jelképezi ez a kis fotófal itt mögöttem, és ezen kívül egy ünnepélyes tanévnyitó rendezvényt tartunk annak tiszteletére, hogy nem csak az intézmény 110 éves évfordulóját ünnepeljük, hanem szeretnénk emléket állítani 4 sajnos már elhunyt kollégánknak, és szeretnénk egy emléktáblát avatni azoknak az egykori dombovári gimnazistáknak, akik közben hatalmas karriert és világhírt futottak be, és közülük nagyon sokan az iskola diákjai vagy tanárai voltak. Az iskola jelentős felújításokon esett át, amelyek lényegesen javítottak az energiafelhasználás mellett az épület állapotán is. Most lesz egy kicsit ünnepélyesebb tanévnyitó műsor, és utána pedig az emléktáblák avatása következik, és ünnepeljük azt is, hogy egyúttal az épület is megújult. A tankerületi központnak, a Tamási tankerületi központnak ezután is köszönöm, hogy egy Európai Uniós pályázatból és nagyon jelentős önerőből biztosították azt, hogy az épület belső tereiben teljes egészében megújul, és háromnegyed részben az épület villamos hálózatát is kijavították, kicserélték, úgyhogy bízom benne, hogy ez a modern épület ez még jobban fogja segíteni a tanév során a munkánkat. Az idei tanévvel jelentős változások léptek életbe a nemzeti alaptantervben. Az intézmény igazgatója ennek ellenére reméli, az idén érettségiző végzősök is olyan jó eredményekkel kezdhetik meg a felsőoktatási tanulmányaikat, mint a tavaly elbalagott évfolyam. Folyamatosan készülünk rá, azért felmenő rendszerben léptek ezek életbe, de kétségtelen, hogy élesben az új felvételi eljárás, illetve az új érettségi most fog úgy vizsgázni, hogy a végzősök most érnek oda a fő tantárgyaikhoz. Én is, mint szaktanár azt mondom, hogy nagyon kell figyelni a követelményeket, olyan feladatokat kell megoldatni a tanulókkal, amik adott tantárgyból az érettségén várhatóan elő fognak fordulni, de bízom benne, hogy sikeresek legyünk és leszünk, és bízom benne, hogy legalább azt a büszkeséget megéljük, mint tavaly, hogy fantasztikusak voltak az érettségi eredmények, a legjobb osztályunk átlaga megközelítette a 4,5-et, és a tanulóinknak a 3/4 nyelvvizsgával hagyta el, a végzős tanulóink 3/4 nyelvvizsgával hagyta el az alma mater. Idén összesen 100 új diák kezdheti meg tanulmányait az iskolában, amelyből 63 a 9., 37 pedig az 5. évfolyamra iratkozott be. Ezért az I. és Gyula gimnázium több mint 480 tanulóval büszkélkedhet.
egy mosolygós, kedves, sok rendezvénnyel teli tanévre. Szeretnénk megismételni a tavalyi sikereket a programok tekintetében is. Hát egy elégedett és nyugodt, reményeink szerint mind a télen, mind a nyáron nyugodt, és talán fűtésben gazdagabb tanévre. Az ünnepségen a város polgármestere Pintér Szilárd is részt vett. A polgármester a városban a tanév kezdetével érzékelhető változásról is beszélt. Hát azt hiszem, hogy ma reggel, hogyha végigmentünk az utcákon, mindenki látta, hogy felpezsdi domba vár, hiszen július-augusztusban mindenki jól megérdemelt nyári szünetét tartotta. Nyilván ez a felpezsdőt ez azzal jár, hogy már kisvárosunkban is forgalmi dugók keletkeztek, megjelentek a fiatalok, és nyilván elindult az az élet, amelyre mi már vártunk. Ők nem biztos, hogy annyira, mint mi, de azt gondolom, hogy a világnak ez a rendje, hogy el kell kezdeni az iskolába járás szeptember 1-én. Nagyon fontos számunkra, hogy már egy ünnepi pillanat is van a város életében, hiszen már minden intézményben megtörtént a pandémia, de ma délután a 110 éves gimnáziumban 15 órakor kerül erre sor ünnepélyes keretek közt, és egy emléktábla is kerül leleplezésre. Szeptember első napja eseménydús volt Dombóváron, hiszen nem csak az I.S. Gyula gimnáziumban tartottak átadó ünnepséget. Nyilván az is nagyon fontos, hogy ezt követően átmegyünk az evangélikus általános iskolába, ahol a nyár folyamán felújított ebédlő kerül ünnepélyesen átadásra, és azt gondolom, hogy ennél még fontosabb, hogy 17 órakor a Vasutas Múzeumban, szintén szeptember 1-én, ez nem volt tudatos, a véletlen hozta így, visszajött városunkba a Muki nevű gőzmozdony, mely több évtizedes szolgálatot teljesített a városban. A dombóvári I.S. Gyula gimnáziumban az évnyitó után az intézmény elhunyt kollégái emlékére készült táblák átadása és egy kisebb műsor zárta az ősz első napját. Új ebédlőt adtak át ünnepélyes keretek között a dombóvári evangélikus általános iskolában szeptember 1-én. Nagy hiányt pótolt a felújítás, hiszen a korábbi étkező már alkalmatlan volt a gyerekek megfelelő ellátására. A megújult ebédlőben idén már közel 150 gyermek étkezhet kulturált körülmények között. Az idei tanév első napján átadták a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új ebédlőjét. A melegítő konyhás helységben egyszerre több mint 140 gyerek ülhet le ebédelni. Ez az iskoláknak az ebédlője a jelenlegi átalakítás után 144 gyerek egyszeri leültetésére teszi alkalmasra ezt az ebédlőt. Valamikor a nyár folyamán kezdte el az étrend szolgáltatónk ezt a teljes átalakítást, a régi ebédlőnket teljesen lebontotta az álmennyezetet, új füstérzékelőket szerelt fel, teljesen új és korszerű adagoló pultot helyezett el, és hát ha körbenéznek, akkor látják a dekorációt is, ami a 21. századi elvárásoknak megfelel, és a gyerekek igényeit kielégíti, szép színes és az egészséges táplálkozást és étkezést reklámozza és tudatosítja innen keresztül is a gyerekekben. Többek között a Dombóvári Evangélikus Általános Iskolában is az egyik gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégcsoport gondoskodik a diákok iskolai étrendjéről. Az új ebédlő egy melegítő konyhával rendelkezik, így biztosítva a központilag szállított ételek megfelelő tárolását és tálalását. A szolgáltatónk és az egész városban is az étrend szolgáltató szállítja a meleg ebédet. Egy központi főzőkonyháról hozzák ide az étkezési alapanyagokat, és gyakorlatilag itt egy melegítő konyhánk van. A melegítő konyhánk teszi alkalmassá az étkezés és az ebéd frissen tartását, melegítését, HACCP szabályoknak megfelelünk, és így gyakorlatilag teljesen korszerűen, frissen meleg ebédet tudunk felszolgálni a gyerekeknek. Ünnepi beszédében Takács Zsolt ügyvezető is kiemelte a kulturált körülmények kialakításának fontosságát a gyerekek étkeztetésében. Arra törekszünk mi, hogy a menzát szólt, a menzát egy kicsit átalakítsuk, és ilyen gyermekbarát éttermeket hozzunk létre, mint ez az ebédlő is. 14 darab van ilyen pillanatban az országban, ilyen ebédlő. Mindegyik egy kicsit más, és a helyi igényekhez igazodik. Természetesen az intézmény, illetve a munkatársaim is részt vesznek ezeknek az ebédlőknek a tervezésében. Ugye ez attól igazán specifikus, hogy az étkezési élményt javító Maszló piramú is szóbetűk jelen vannak az ebédlőben. Ez ami a külcsín, mögötte pedig a gyerekek érdekében javítottuk a tálalási feladatot, gyorsítottuk a kitálalást, és gyorsítottuk bent is az elmosogatást, az mind a gyermekekért és mind a munkatársunk érdeke is. 300 gyerek étkezik az ebédlőben. Az intézmény abban a szerencsés helyzetben, hogy alapterületeiben véve is egy nagy tárolókonyha, befejező konyha van, és úgy gondolom, hogy most pedig egy ehhez az intézményhez méltó ebédlő párosult.
Az iskola ebédlőjére már ráfért a felújítás, hiszen elég rossz állapotban volt. A gyerekek a tanév kezdetével viszont már modern, tiszta és jó körülmények között étkezhetnek az iskolában. Az intézményben a nyáron viszont nem csak ez az egy helység újult meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon igényes, letisztult formát sugároz, és a gyerekek nevelésére is alkalmas. Minden tekintetben megújultunk. Megújultunk asztalokban, székekben, fali dekorációban, melegítő konyhában, kiszolgáló pultban. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt a város támogatásával megkaphattuk. Büszkén jelenthetem, hogy a nyár folyamán evangélikus fenntartás alatt állunk, és a Magyarországi Evangélikus Egyház, mint fenntartunk, jelentős anyagi támogatást biztosított a nyáron arra, hogy egy kicsit megújuljunk. 1982-ben adták át ezt az iskolást, lapos tetővel van szigetelve, és azóta nem volt felújítva a tetőzetünk, úgyhogy rengeteg helyen befolyt már a tető. Így aztán a nyáron, tavasszal a második emeleti szintet újítottuk fel, most a nyáron az első emelet teljes szintjét újítottuk fel, ez mintegy 34 millió forintos beruházás volt, és a jelenlegi magas rezsiköltségekre tekintettel már nem csak a csapadékvízelvezetést és szigetelést biztosítottuk, hanem a tetőszerkezet egy teljes hőszigetelést is kapott. Nem csak az ebédet, de a 10 órait és az uzsonnát is itt fogyaszthatják ezentúl a diákok. Mukit és tehervagonját eddig Budapesten tekinthették meg az érdeklődők, de szeptember 1-től hivatalosan visszaköltözött Dombóvárra. A gőzzel működő mozdony a város fatelítő üzemében dolgozott, és 1998 után vitték fel a fővárosba. Azonban a hosszas távollét után végre visszatért pályafutás a legmeghatározóbb városába. Mostantól a Vasút Történeti Múzeum udvarán várja a látogatóit. Visszahozták Mukit Dombóvárra. A gőzmeghajtású mozdony a városban tevékenykedett az aktív évei alatt. A járművet eddig Budapesten állították ki, azonban július végén már hazatérhetett a városba, ahol hivatalosan szeptember 1-én adták át. Ez a szerelvény, amit mögöttem áll, a teherkocsi, illetve az előtte lévő Muki, a tűz nélküli mozdony, dombovári kötöttségű, itt teljesített szolgálatot, aztán elkerült innen a vasútörténeti parkba, illetve a közlekedési múzeum gyűjteményébe, és nem olyan rég felvettük a kapcsolatot Dombovár helyi vasút barátjaival, hogy mi lenne, hogyha visszahoznánk, és megint itt állomáshozhatna, mint szobormozdony, és a helyi lakosság nagy örömmel megnézhetni. Hát ennek vagyunk most a szemtanúi. Hát úgy került ide ez a kis tűz nélküli mozdony, hogy mi nagyon szerettük volna, hogy Dombovárra, itt a múzeum megálló udvarára, erre az üres területre egy vasúti vontató jármű, egy kisebb mozdony, de ki tudjon kerülni, és ez lényegében nem más, mint a Dombováron élő vasútársaságnak egyfajta jelkép, egyfajta szimbóluma, ugyanis a múlt évben volt 150 év, hogy el tudott annyi időt elni, míg az első vasúti közlekedés Dombováról elindult Kaposvár, Somogyszob, Csurgó irányába, Zákányba, majd onnét tovább a Nagykanizsára, fővárosba, Bécsre be, illetőleg az Adrai tengerbe, tengerhez. A lényeg, hogy 150 évvel ezelőtt Dombovár egy 2500 fős kis település volt, amelynek a lakói mezőgazdasággal, földműveléssel foglalkoztak. Ekkor jelent meg a vasút, és ennek volt az köszönhető, hogy Dombovár 1971 20.000-es vasutas várossá nőtte ki magát, és úgy gondoltuk, hogy ennek megfelelően egy megfelelő, tökéletes jelkép lenne ez a kis mozdony. A mozdonyra azért volt szükség annak idején, mert egyes üzemekben, ahol egy apró szikra és tragédiát okozhatott, kiválóan lehetett vele dolgozni. Azonban hála a gőzutántöltős rendszerének, Muki könnyedén vált hasznára az őt alkalmazó faterítő üzemnek egészen az 1990-es évek végéig. Ennek az a jelentőség ennek a mozdonynak, hogy olyan helyen teljesített szolgálatot, ahol nagyon nagy tűzveszély volt. Például itt, ahogy mondták a kollégák, mögöttem működött fatelítőben, ahol nem lett volna szabad, hogy szikra keletkezzen. Éppen ezért ilyen szikra nélküli, tűz nélküli mozdonyt alkalmaztak, aminek az a lényege, hogy föltöltötték nagy nyomású melegvízzel, az ott keletkezett gőz hajtotta tulajdonképpen a mozdonyt, ezzel el tudott működni 4-5 órát. Lemerült, utána megint föltöltötték, és újra kezdődött a műszak. Tulajdonképpen ez gőzmozdony, hiszen gőzzel működik, csak éppen nem ő maga termelte a gőzt, hanem bele táplálták a gőzt, amit utána felhasznált.
Erről a kis mozdonyról annyit kell tudni, hogy ez 1915-ben született Linzbe, a Krauss mozdonygyárba. Nincs belőle még egy a világon, viszont a különlegessége, hogy ez az összes munkanapját itt Dombováron töltötte. Dombováron vasútállomás szomszédságában volt egy fatelítő vállalat, és ott dolgozott ez a kis mozdony, a helyiek Mukinak nevezték. Ez egy ilyen kis aranyos kis kéttengelyes 8 méteres szerkezet, mint ahogy látszik, teljes pompájába ragyog, és hát mosolyog, hogy a munkás napjait követően egy kis kitérő után Dombovára tudott visszakerülni, ugyanis 1998-ban, miután a fatelítő vállalat megszüntette a tevékenységét, leselejtezték, és itt a mögötte látható szenes kocsi társával együtt Budapestre került a közlekedési múzeum tulajdonába. A mozdony Dombóvár számára történelmi szempontból is fontos, hiszen a város a vasútnak köszönheti felemelkedését. Muki a településen töltötte az ideje nagy részét, most pedig jó pár év kitérő után visszautazott Dombóvára, állandó helyére, a Vasút Történeti Múzeum udvarába. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!